A Magyar Népmese Napját a Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére ünnepeljük 2005 óta. A nap célja az, hogy a könyvtárosok, pedagógusok, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett figyelemmel forduljanak mind a magyar, mind más népek népmeséi felé. Tolnán már hagyománnyá vált, hogy minden évben a kulturális központ megemlékezik a jeles napról. Idén egy vetélkedővel készültünk a gyerekeknek a népmese témájában. Ennek keretében a 7 próba mintájára állítottunk össze nekik feladatokat. Különféle állomások vannak, ahol elméleti és gyakorlati feladatokat kell nekik teljesíteni. A szervezők idén a mesemondás helyett a népmesékhez kapcsolódó játékos, ügyességi feladatokkal várták a diákokat, ezzel is változatossá téve a megmérettetést. A helyi általános iskola alsó tagozatos diákjait célozták meg, onnan várták a jelentkezőket a versenyre. A Tolnai, Széchenyi tagiskolából és a Mözsi Első István tagiskolából jelentkeztek 3-4 fős csapatok a megmérettetésre. Most éppen az elméleti feladatot, egy tesztet töltenek ki, ezután pedig mennek majd a különféle állomásokra, amiket igyekeztünk elég változatosan összeállítani. Lesz célbalövés, aranyalma keresés, királylány szöktetés, memóriajátékban is kell nekik teljesíteni, illetve lesznek népmesei hangfelismerések, boszorkánykonyhába kell nekik ügyeskedni, mindenféle népmesei elemmel készültünk számukra. A verseny egy teszttel kezdődött, ahol a gyerekek a mesékben való jártasságukról adhattak számot, majd a népmesékből is jól ismert 7 próbás feladatokon keresztül kellett bemutatniuk az ügyességüket. Volt ilyen konyha, ahol kellett így megmondani, hogy hogyan készül a kenyér, meg ilyen hangos szoba is volt, meg volt ilyen aranyalma kereső, ahol meg kellett keresni az almákat, volt egy ilyen királylány szöktető is, ahol ki kellett szabadítani egy királylányt. Kellett olyat, hogy belebújsz egy csizmába, és akkor el kellett ugrani, meg egy ilyen íjászat, hogy le kellett lőni az ablakra. Itt a programok ezreivel annyira fön lehet növelni a jókedvedet, hogy így nem fogod egyből megunni ezt, és jövőre is talán vissza lehet kerülni ide. A rendezvényhez kapcsolódik egy rajzpályázat is, ahol a diákok szintén a népmeséhez kapcsolódóan adhatnak be pályamunkákat, aminek az elbírálása egy későbbi időpontban lesz.